Szervusztok! Most ezúttal lencsét fogunk csinálni. Kell hozzá persze 250 g lencse, egy kis zöldség, répa és zellergumó, egy kisebb fej hagyma, lorbérblatt, egy kis szalonna is megteszi. Nekem itt most Schwarzwälder sinken van, vékonyra. Ja, lorbérblatt, babérlevél, és Seitenwürstchen vagy Wienerwürstchen. Debrecenit is lehet hozzátenni, kinek hogy. Na, én ezeket a zöldségeket már felapróztam, apró kockára, lényeges, hamar megfőjön. Apróra vágtuk a hagymát. A lencsét nem kell beáztatni, ezek a modernebb lencsék már nem olyanok, hogy tehát ezek a nem nagyobbak, ezek a apróbbak már. A sonkát fogjuk felcsíkozni vékonyan. Csinálok egy picike helyet. Vágunk belőle, nem is tudom mennyit. Ez a zsírosabb része kellene. Így ennyi szerintem elég lesz. Pörkét levágjuk. Úgy, ez nem kell, most nem fogjuk belefőzni, el is tesszük, minél vékonyabbra annál jobb. De végül is ki hogyan szereti. Kockákra is lehetne ezt is, de akkor már túl sok lenne a kocka, ugyebár. Lesz még egyszer félve. Ha nagyon vékony húsnál szoktam csinálni, hogyha nagyon vékony a hús és még egyszer be akarom vágni, tegyük le, tegyük rá kezünket, és akkor úgy vágjuk be, nem csúszik el. Na, megvan. És akkor kettesével vagy hármasával szét vékony csíkokra. Ez most nem a magyar lencse, hanem a svéb is. Tehát lesz benne tomátemarkt, mark. Úgy. Arra. Kezdjünk bele így rögtön az egészet. Lássatok, tényleg szép vékonyra kell. Úgy. Fejezzük be a csíkozást. Megkóstoljuk. Nagyon finom. Ham, ham, ham. Nos. Esetleg szépen felcsíkoztuk. Kevés vajon, vagy olajon, teljesen mindegy. A hagymát feltesszük. Majd hozzáadjuk a speket és a zöldségeket. De mutatom. Na, akkor hát itt is vagyunk. Tegyünk bele egy kis vajat. Meg egy kevéske olajat. És akkor mindenki ki van elégítve. Mindenki megkapta, amit akart. Ha nem is kell többet. És akkor tegyük bele. A vaja, hogy elolvadt a hagymánkat. Úgy. Thank you.
lehet bele rögtön kevés bors. Szépen elkeverdessük. Úgy mehet vele a zöldség. Pirítjuk, pároljuk egy percet, majd akkor majd utána a végén mehet rá a csíkokra vágott sonka, vagy bacon. Az a lényeg, hogy valami szalonna zsíradék legyen. Eltelt az egy perc, picit megsózzuk, elkeverjük, és mehet bele a szalonna. Úgy majd erre rá mehet a lencse, amit először szita segítségével átmosunk. Megmostuk a lencsénket, mehet bele. Úgy, majd beleteszünk kettő babérlevelet,
találjunk szépet. Na, meg volt, itt van. És felöntsük alapnével. Remélem nem kell elmondani, mi az. Úgy. És ezt 28-30 percig lassú tűzön főzzük. Addig feltehetjünk vizet a speclének, ami majd hozzájön. Na szóval, kifőztük a speclét, svébise speclét, és reszelünk bele ki szelecsendiót, majd beleöntünk maximum 2 evőkanál keményítőt, amit rögtön el is keverünk benne. Ettől fog kicsit besűrűsödni. Úgy. Majd egy evőkanál tomátemmák, megy bele. Ezt is elkeverjük. Óvatosan, ne menjenek tönkre a lencsék. Ne törjenek szét. Úgyni. Majd még egy pár percet még hagyjuk, hogy rotyogjon, és akkor tálalhatunk is. Készen is vagyunk. A tálalás pedig annyiból áll, hogy teszünk egy kevés speclét a tányér egyik részére, egyik oldalára. Teljesen mindegy. Másik részére. És ez úgy fordítva lehessen látni. Szedünk a lencséből. Úgyni. És jöhet hozzá középre a vőstje. Würstle! Kész! Ennyi lett volna. Így néz ki. Ez a svébis linzen, mit spätzle, und Seitenwürstle. Ez most nem Seiten, hanem Wiener Würstle, ami persze az nem sváb, de ízre ugyanolyan jól megteszi. Remélem tetszett a videó, ha tetszett és szeretnétek kipróbálni, hogy milyen az íze, akkor csináljátok nyugodtan utána. Videó közben le lesznek írva még egyszer, hogy miből mennyi kell. Na, de el is köszönnék, és jó étvágyat kívánok!